A több célú, elsődlegesen informatikai folyamatok modellezésére alkalmas labor az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felső Oktatási Struktúra Átalakítási Alapjának finanszírozásából valósult meg. Ma már a fejlett gyártáshoz a lényeg az láthatatlan, tehát szobákban van eldugva, és ez egy nagyon fontos koncepció volt, hogy a diákok megértsék, hogy mitől működnek ezek a rendszerek, mitől tudnak összehangoltan összedolgozni ezek az egymástól úgy független, a robotok vagy szállítószalagok, honnan tudja, hogy épp milyen terméket gyárt le, és ehhez a díszlethez kapcsoljuk hozzá mi az ipari informatikát, tehát hogy a diákoknak majd be tudjuk mutatni, hogy ehhez milyen szerveres környezet kell, milyen hálózati infrastruktúra, és hogy igazából mitől is működik ez. Az egyetemeknek az oktatáson túl számos feladatot el kell látniuk. Ezekhez az ipari partnerekkel való kapcsolattartás, a közös célok is hozzátartoznak. Ennek a tudományterületnek a nép Szükség van olyan látványos elemekre, amelyek vonzák azokat a diákokat, akik ezen a területen kívánják elképzelni a jövőjüket. A másik pedig, hogy, a, hogy ezzel tudjuk demonstrálni azon képességünket, hogy valós ipari problémák megoldásában tudunk a régió vállalatainak a támogatására lenni. Én azt gondolom, hogy mind a két terület rendkívül fontos, hiszen ez az ipar 4.0 a 21. századnak a nagy kihívása ami a közérdelemmel ellentétben nem úgy csökkenti a kiművelt emberfők iránti igényt, hanem éppenséggel növeli, és még magasabb szintű képzettségre, még több szakemberre van szükség ennek a megfelelő szintű működtetéséhez. A labor az ipari szereplők számára hasznos kutatások helyszínéül szolgálhat, ez pedig a térség fejlődését is elősegíti. Gyakorlatilag a jövőnk szól erről, tehát az, az a cég, aki ebben nem partner és nem kíván lépni, az nem csak hogy lemarad, hanem előbb-utóbb nem lesz neki munkája, nem lesz lehetősége. A jövő alakulásában meghatározó része van az informatikának, így az IPAR 4.0 koncepciónak. Most azt várjuk, hogy a különböző feldolgozóipari szereplők a saját problémáknak egy-egy elemét velünk konzultálva próbálják megoldani. És úgy, hogy mindenkinek jó legyen, mert ugye nagyon egyszerű válasz az, hogy valaki automata gyártósort vesz sok millió forintért de ugye ez egy nagyon komoly kiadás. De mi van, hogyha egy cégnek még nincs erre a dologra szüksége, de már érzi, hogy a félautomata termelése már nem megfelelő. Akkor mondjuk az átállás során lehet, hogy egy annak a fejlesztése, ami pár tízmillió forintból megoldható, az egy néhány évre egyébként a termelés hatékonyságát növeli, és közben mi ebben aktívan tudunk segíteni, hogy hogyan lesz a most működő rendszerét, hogyan lehet egy picit odéplögni a digitális világ irányába. A kampusz munkatársai által fejlesztett laborban az ipari szereplőkkel történő együttműködés keretében új technológiák fejlesztésében, tesztelésére, van lehetőség. A piacon való eredményes szerepléshez ugyanis egyre fontosabb a digitalizáció és a robotika.